Az elmúlt évekhez hasonlóan a legjobb hat közé kerülést tűzte ki célként a bajnokság előtt a nagyecsedi futballcsapat. Ádámszky Róbert együttese 3 győzelemmel indította a szezont, a folytatásban azonban már bebecsúszott egy-egy döntetlen, illetve vereség is. Ettől függetlenül a záróforduló előtt még az őszi elsőségre is volt esélye az Ecsednek, a Nyíggyulajtól elszenvedett hazai vereségnek köszönhetően azonban végül a tabella 3. helyén telel a csapat. A 9 győzelem mellett 2-szer x-elő és 4-szer vereséget szenvedő gárda a sűrű élmezőnyben 3 ponttal van lemaradva az éllovas Ibránytól, és 1 ponttal előzi meg az üldöző Tarpát, valamint Mándokot. Ha most elsők lennénk, akkor is maradna bennem hiányérzet rendesen, tehát ez így van most is, de ez hozzátéve először is azért büszke vagyok a srácokra, azért a 3. hely az nem egy rossz helyezés, de mondom, mint minden évben, tehát hiányérzetem van, volt 2-3 olyan mérkőzés, amit hoznunk kellett volna, én úgy érzem, és akkor még nyugodtabbak lehetnénk egy kicsit. Utolsó előtti fordulóban ott van a Mándoktól, azért beleszaladtunk egy csúfos vereségbe, azt átbeszéltük, tehát ilyen hibák azért előfordulnak itt amatőr szinten is, profi szinten is, tehát ez azért én úgy gondolom, ez egy nagy pofon volt hazai pályán. Idegenben viszont egy nagy halászba aratott 3-0-ás, úgy gondolom megérdemelt győzelem, egy őszi elsőnek az otthonában, tehát azért az valamit jelent. A Nagyecsedre nem jellemző, hogy a téli időszakban nagy náluk a játékos mozgás, és ezúttal az őszi eredmények sem teszik indokoltá a jelentős vérfrissítést. Valószínűleg tartjuk a hagyományokat, tehát maximum 1-2 ember, ha befut, én örülnék neki 2 ember vérfrissítésének, de ha egy jön, akkor is maximálisan elégedett leszek. Ugye a keretünk azért javarészt azért vannak helyek is, tehát azért kötve van a kezünk, meg az eredmény én úgy gondolom azért olyan, hogy nem feltétlenül igazolásokba kell gondolkodni. Az ecsedi játékosok a következő hetekben különböző teremtornákon lépnek majd pályára alkalmi csapatokban. Az új szezonra pedig január elején a Mátészalkai teremtornán kezd el a felkészülést Ádámszky Róbert együttese.